Sziasztok! A Star Citizen úti kalauzán elindítunk egy új sorozatot, ez várhatóan negyed évente fog megjelenni, és ebben végigvesszük az éppen aktuális patchnek a tartalmi elemeit a roadmap alapján Szőrössel és Beni Ágóval. Sziasztok! Sziasztok! Most jelenleg a 3.15-ös patchre várunk, amire hát már egy jó ideje várunk, ennek egy kicsit régebben kellett volna megjelennie, de nem ez a lényeg. Ebben a patchben 5 új helyszínkártyát kapunk, ebből az 5-ből 4 kórházról szól. Igen, és a legjobb az Grimhex. Ezt úgy szeretném kijelenteni. Igen, szőrös szereti az ilyen lepusztult dolgokat, mint a Drake-et és a Grimhex-et, de egyébként igen, valóban hangulatos ez a hely, de azért, hogyha megsérülnek, nem biztos, hogy ide szeretnék menni. Tudatosan a Hős utca. Körülbelül igen, körülbelül az a szint lehet. Nem, és a Hős utca már sokkal jobb hely. Elvileg. Igen, ott tehát, hogy kapsz pénzt is a szerveidért, amit kivesznek, itt Grimhex-en nem biztos. Annyi lesz ugye, hogy érkezik 2 új kórház, ami ténylegesen kórház lesz ezek a bolygókon, Orisonon, és melyik a másik? New Babbage. Igen. Valamint az űrállomásokon, és Grimhex-en pedig klinika, ami egy kicsit alacsonyabb szintű gyógyítási hely lesz, mint a kórház. Vannak egy aspik. Igen. Ez ugye fontos lesz, amiatt, amire nem hamarosan rá fogunk térni, de csak a gameplay játékkártyák között. Még egy helyszínről viszont meg kell emlékeznünk, ez Orisonon újabb üzletek érkeztek, mégpedig ha... Nem tudom, ezt neked kell mondanod. Jó, mégpedig a Cousins Crew és a Crusader bemutató terem. Igen, igen. A Cousins Crew-ba érdemes mindenkinek elmennie, mert egy nagyon jó pofa, ilyen kis tuning műhely, nagyon hangulatos, kicsit előtt az Orizon dizájnjától, és kicsit el is van dugva, de tényleg szerintem mindenkinek tetszeni fog, aki nem látta. És ne felejtsük el, hogy a szerepe az, hogy alkatrészeket vagy tuning alkatrészeket árulnak az űrhajókhoz. A Crusader bemutató terem pedig valószínűleg Beni Ágó kedvence lesz. Mami. Nem te szereted a Crusader hajókat? De, tök jó. De hát ott a Crusader hajókat állítják ki, ez egy elég nagy bemutató terem, egy hatalmas csarnok egyik oldalán nyitott, ezt is érdemes megnézni. Ez közvetlenül a szállodával szemben van, ahol leszületünk. A helyszínkártyák után pedig következzen az egyetlen mesterséges intelligenciával foglalkozó kártya, ez a doktorok, nővérek viselkedéséről szól. Ezekkel az NPC-kkel is a kórházakban fogunk találkozni, és az ő dolguk lesz az, hogy idézőjelben rendbe rakjanak minket. És hát úgy működgetnek is, legalábbis csinálgatnak valamit. De mivel túl sok funkciójuk ténylegesen nincsen, ezért ennyit is róluk. Hát ilyen design elemek, de legalább nem az, hogy egy teljesen üres kórházban mész be, ami így halott, hanem legalább van ott valami. Igen, igen, nem érzed magad egyedül, miközben haldokolsz az asztalon. Végül is teljesen reális, mert hogyha bemész egy magyar kórházba, ott se szól hozzád a kutya se, tehát teljesen mindegy. Na, és akkor eljutottunk a játékmenet kártyákig. Az első 2 ebből az Arena Commanderhez kapcsolódik. Az első az a pontszámokat kijelző, mi ennek a magyar neve, angolul a scoreboard. Ezen belül is az a lényege, hogy a flash alakról átértek a building blocksra. Eredmény kijelző. Ah, köszönöm szépen. Az eredmény kijelző tehát building block alapú lesz, ami valószínűleg kinézetben nem fog sokat jelenteni, viszont a teljesítményen sokat javít majd. Igen, és a másik? A másik pedig a Broken Moon pályának az újra tervezése, átépítése, megnövelése. Ami szerintem jó lett, mert tényleg érezhetően sokkal nagyobb lett a térkép, változatosabb is, mert nem csak ezek a nagy ilyen bányász, lézeres, nem tudom mik vannak ott, hanem van ilyen kis aszteroidajöv is, meg a bolygó felszín is jóval látványosabb, meg ott az elején még voltak ilyen felhők is, de azt kiszedték, mert az kicsit zabálta az FPS-t, de szerintem jó az irány, tényleg jó lett. A Dying Star mapra pedig várni kell a 3.16-ig, legalábbis a mostani tervek szerint. Igen. Na, ezután viszont áttérhetünk a BU-ba, azon belül is egy újfajta küldetésre, ez a beszivárgó és védelmi küldetések. Ami megint csak jó pofa egyébként, mert
Mert ha nem figyelsz oda, hogy milyen ilyen FPS küldetést veszel föl, vagy vettél föl, akkor simán előfordulhat az, hogy lelősz egy biztonsági őrt, mert azt hiszed, hogy ellenség, és közben nem az, mert vele kéne kooperálni, aztán kapsz egyből egy CS-t. Ez tapasztalat, mert ezt így kapásból így kezdtem a PTU-t. Igen, volt egy csapattársam is, ugye Beliágú, aki az első NPC-t, akit lelőtt, az rögtön egy rendőr volt, de előfordul. Miután a másik csapattársunk mondta, hogy igen, az lő rám, azt lőheted. Igen. Hát igen, a fél információk azok sokszor vezetnek ide. És ezután egyébként elérkezünk a patch egyik legnagyobb vívmányához, ez pedig a fizikai és helyi tárhelyek megjelenése. Hát ez egy nagyon mókás funkció szerintem. Igen. Nagyon szoknia kell majd mindenkinek. Igen. Az inventory kezelést. Ugye erről egy picit bővebben is érdemes beszélni. Az a lényeg, hogy régebben egy globál inventory volt, tehát akárhol voltál az univerzumban, bármelyik cuccot, amit megvásároltál, föl tudtad venni, használni tudtad, el tudtad tenni. Bármilyen páncélra válthattál, akár egy barlang közepén is. Viszont ettől a patchtől kezdve ennek vége lesz. Igen, itt csak ahhoz férsz hozzá, amit magaddal cipelsz, ugye vagy magadon, vagy a hátizsákodban, vagy mondjuk amit a hajódnak az inventoriába teszel be, úgyhogy az inventory management, az, meg az item management az elég fontos lesz. A PTU-t azt úgy kezdtem kapásból, hogy szokás szerint felszálltam a kis űrállomásról, indultam a dolgomra, aztán jöttem rá, hogy hát én mindent ott hagytam a kezdőhelyemen, úgyhogy fordulhattam is vissza. És ezáltal nagyon-nagyon sokan el fogják ezt a hibát követni. Igen. Elsőre, meg sokszorra is, hogy elfelejtik a cuccokat, erre majd oda kell figyelni, igen. És ezzel együtt jött egy új applikáció is a MobiGlass-ra. Igen, ez a Nicknex nevű applikáció, ez mutatja, hogy melyik tárgyunkat pontosan hol találhatjuk meg, melyik bolygón, melyik hajón, igazából a hajókat is mutatja. Úgyhogy itt, hogyha valamit elhagytunk és nagyon meg akarjuk találni, akkor megnézhetjük, hogy melyik űrállomásra kell elmennünk érte. Egész jó lett egyébként az a kis applikáció, viszonylag gyorsan megmutatja a cuccaidat. Szerintem igen. Az jól sikerült. Igen, igen. Hála Istennek ez egy fontos applikáció lesz a jövőben. Jó, és a következő? Ez is a lootoláshoz, meg az inventory-hoz kapcsolódik. Ez a loot generálás lesz. Meg fognak jelenni ezen túl ládák, amikben különféle nagyon szuper tárgyakat találhatunk, vagy esetleg zöldségeket. Zöldségeket. Igen, valamikor lent voltunk egy bunkerban, és minden egyes láda tele volt almával. Hát az elég izgalmas lootnak hangzik. Nagyon finom alma volt. Igen, és itt fontos megemlíteni, hogy ha már loot, hogy az összes NPC és játékos tetem is lootolható. Igen. Szóval ha meghalsz, akkor a cuccaidat bárki kilootolhatja, viszont az NPC-ket is ki lehet nyugodtan lootolni. Úgyhogy ez is egy igencsak fontos játékelem. Viszont hiába lőle az ember 10 NPC-t, nem túl sok armor darabot lehet magával vinni az embernek. Na igen, igen, persze, hát a hátizsáknak a tárolóképesség eléggé korlátozott. Igen, azt kell tudni erről, tehát hogy ez egy viszonylag valóságos méretű tárhelyet fog jelenteni, tehát hogyha nincs rajtad hátizsák, akkor a sisakot se tudod úgy levenni, hogy azt elrakja valahova a karakter. Igen, nem azon megszokott MMO inventory kezelés van, hogy látszólag nincs nálad semmi, és ilyen nem tudom, több tucatnyi páncélszettet tudsz magaddal cipelni, hanem még a legnagyobbba is belefér egy-kettő talán, vagy nem tudom mennyi, meg pár fegyver, aztán annyi. Mondjuk remélem, hogy ezen persze mindenen csiszolnak még, de pont ma a hátizsákba bele akartam rakni a civil ruhát is, úgy, tehát ami ugye nem armor, és hát nem nagyon fért volna bele több, tehát egy ing, egy gatya, egy cipő, és ennyi volt a hátizsák. A fuchsod miatt nem. Na igen. Lehet, hogy nagy volt a cipő. Lehet, igen, hányas lábad van. A karakterednek hányas lába van. A következő kártya az egyébként, hát én nem is tudom, hogy ez miért van külön, de ez gyakorlatilag ugyanaz, mint az első kártya szerintem. Ez a személyes inventory megjelenése, vagy hát a különböző tárhelyek megjelenése és a itemek tárolhatósága. Hát igen, ez ugye a hátizsákra, meg a zsebekre, meg az ilyen konténerekre vonatkozik ez a personal inventory kártya. Tehát ez a konkrétan a karakterhez köthető inventory, azért personal, a másik az meg ugye az általános inventory. Ezt így jól szétbontották.
Jó, és aztán jön a healing. Igen, a másik nagy durranása ennek a patchnek. A healing megjelenése, ami legalább akkora hatással lesz a játékra, mint a tárhelyek megjelenése. Healingnek ugye az a lényege, hogy a halálnak innentől kezdve súlya lesz. Egészen eddig, hogyha lelőttek téged, akkor visszakerültél minden egyes cuccoddal a legutolsó űrállomásra, ahol voltál, kivéve, hogyha a kezedben volt a fegyver, akkor az eltűnt, de ezen kívül másfajta veszteség nem ért. Innentől kezdve, hogyha lelőnek, akkor pucéran visszakerülsz egy kórházba, ami ki van jelölve a respawn pontodnak. Igen. Hogyha egyből belehalsz ugye a halálba, mert... Igen, hogyha akkor a sebzést kapsz, ami hogy a teljes HP poolodat lemeríti. Hogyha nem, akkor meg ott fogsz a földön agonizálni, és hívhatsz segítséget, hogy valaki felszedjen, vagy hogyha közeledben van egy barátod, akkor felszedő. Igen. Kérdés ugye, vagy... hogy mennyire sérült meg, tehát milyen sérüléseid vannak, ettől függ, hogy mennyi időd van, de itt ezek lehetnek órák is. Ja, akár igen. De az is lehet, hogy valaki oda megy hozzád, azt hiszed, hogy segítés közben nem mer megöl és kilútol téged. Az is ugye fontos, hogy eddig a medben teljesen felgyógyított. Most már az max stabilizál, tehát nem lesz megoldás az, hogy jó sérülésnél, vérzésnél benyomsz egy medpent, mert mindenre meg lesz a maga kis orvoslás, és ha túl sok ilyen szart nyomsz magadba, akkor utána a karaktered nagyon rossz lesz. Azokat a szarokat úgy hívják, hogy gyógyszerek, mert ugye a sérülés vagy sebzés rendszernek is több szintje van, ugye T1-től T3-ig, és mindegyik ilyen szint az másképp, vagy mindegyik ilyen sebzés szintre másképp reagál a karakter, és ezekre a sebzésekre van azt hiszem most így 5 fajta különböző ilyen injekció, amiket tolhatsz magadba, és igen, hogyha túl sokat nyomsz magadba, akkor meglő a véredben a gyógyszerszint, és az is halálos lehet. Viszont az is fontos, hogy ha jól értem, ezek nem meggyógyítják azokat a sérüléseket, hanem ezek elterik a tüneteid. Tehát igen, bocsánat, pontosan. Tehát meglövik a lábadat, nem tudsz normálisan menni, de benyomsz egy kis adrenalint, vagy annak megfelelő dolgot, és akkor nem érzi a karakter fájdalmat, fut tovább egy ideig. Igen. Ezekkel még van még azért teendő bőven, tehát az látszik, hogy az ilyen T0-ás tech, mert azért még nem működik teljesen jól, de kiindulásnak nem rossz. És a lényeg, ugye, hogyha ilyen történik, összekaptad magadat, eljutsz, akkor el kell menni egy kórházig, és ott tudod magadat ténylegesen meggyógyítani majd a különféle ágyakon, a kórházi ágyakon. Igen. Na, következő jön a nagy badabum. Igen, ez lesz a legnagyobb durranás, de nem azért, mert olyan hatalmas változás a játékban, hanem mert hatalmasat robban. Ez pedig a bombák megjelenése. Hát ez ugye annak jó, akinek van olyan járműve, amivel ezt tudja cipelni. Ez Herkules. Jelenleg ez csak az A2, nem? A Herkules A2. Én is úgy tudom, hogy igen, csak az. Pontosan. Érdemes a bombázásnál egyébként nagy távolságot tartani, mert a Herkules is ki van téve a veszélynek, hogy ő is megsemmisül, hogyha esetleg közelre dobja a bombát, kap ehhez a kezelő egy kezelőfelületet is, tehát látni fogja, hogy hova érkezik majd a bomba várhatóan. Én úgy tudom, hogy ezt jól összerakták, de nem próbáltam még ki. Nem az én világom a bombázás, nem tudom, hogy ti voltatok-e már bár. Hát engem se izgott túlzottan, úgy őszintén. Egyelőre ugye a pilóta fogja tudni kezelni ezt, de a későbbiek során a különböző hajókon ki akarják osztani ezt egy külön-külön munkaállomásra. Hát lesz egy régi nevén bombázó tiszt, célzó tiszt, külön operátor, aki majd egy kicsit talán jobban tud célozni. Igen. Hát szerintem ez most még ilyen just for fun szinten így jó lehet. Igen, tehát maximum a földön bányászó prospektorokat lehet lebombázni. Hát, hogy szemétkedni. Igen. Na, és a következő és utolsó kártya a gameplayen belül, ez pedig az, hogy nem csak magunkat tudjuk healelni ezekkel a különféle dolgokkal, hanem a másik játékosokat és akár az NPC-ket is gyógyíthatjuk majd. Igen, ez a gyógyítás az bejött egy új eszköz is, vagy pontosabban kettő, az egyik a Medical Tool, ez a Cure Life Medical Tool, az ami ilyen kis medic pisztolyszerűség. Meg a Grey 2-es multitoolhoz is jött egy ilyen healing attachment, mind a kettővel tudjuk magunkat is gyógyítani, meg a játékos társainkat is. Aki nem tudná esetleg, magunkat úgy tudjuk gyógyítani, hogyha a kezünkben van az a cucc, akkor a B betűt megnyomva magunkra irányítjuk.
A pisztolyjal nem próbáltam, remélem ott nem működik. Mármint a rendes lőfegyverre. Igen. Hát azt én sem néztem. Megmondom őszintén, most már ki akarom próbálni, úgyhogy... Érdekes lehet. Igen. Úgyhogy aki az ilyen klasszikus MMO-ba szeretett healer klasszokkal játszani, az most már kezdheti itt kiélni magát, mert most már így az alapfelszerelés, meg az alapjátékmechanika megvan, úgyhogy csinálhatja a gyógyítást. Ehhez jön egyébként, hogy lehet húzni a testeket, tehát nagyon jó kis akciófilmes jelenetek lehetnek, ahogy a sérültársokat behúzzuk a fedezébe, majd meggyógyítjuk. Igen. Eddig is ment a testhúzás, de most finomítottak rajta, most egy picit talán szerintem jobb, mert nem lóbálod annyira a másikat, talán egy picivel jobban működik, bár néha hajlamos az emberkéd a másik delikvenst így eldobálni, de azért jobban működik. Szerintem jobban is néz ki, igen. Tehát jobb az animációja az egésznek. Meg hát most van rá idő, ugye eddig gyorsan eltűntek a hullák, vagy gyorsan igen. Visszanyerték az eszméletüket az emberek. Na és elértünk a hajókhoz és járművekhez, ezek közül is az első, ez a csodálatos hajó, amiben most is ülünk, az Origin 400i. Igen, ez egy meglepetés hajó, amiről volt némi szivárogtatás, de azért mégis úgy általánosságban, hogy nagy meglepetésként érte az embereket, ugye ezt a Citizen Conon mutatták be először hivatalosan. Igen, ráadásul nem is úgy, hogy magát a hajót, hanem a hajót használták föl egy játékmenet bemutatásához nagyon cselesen. Igen, így repképesen. Ahhoz képest, hogy Origin szerintem egész jól néz ki. Én sem azt gondoltam volna, hogy tetszeni fog egy Origin hajó, de mégis. Nem tudom, hogy van-e itt közöttünk olyan, aki szereti az Origin hajókat. Szerintem nem is tudom, lehet, hogy egy valaki oda van. Na jó, most már. Nagyon hallgat. Igen. De érdekes, nekem annyira nem annyira tetszik. A belseje az még így oké, nagyon pici, nagyon zsúfolt, de oké. A külseje az nekem nagyon furcsa, mint hogyha egy ilyen icipici mini 890 jumpot néznénk. Hát picit de hát na. Azért ugye a zsúfoltság arra vezethető vissza, hogy ez egy felfedező hajó, amiben viszonylag luxus körülmények között tehetünk meg nagy távolságokat hosszú idő alatt. 600 is egy felfedező hajó aztán. Hát, de ez kisebb, mégiscsak. Ugye ez elméletileg az Aquilának, meg a Corsairnek a hát, kategóriája, nem mondom, hogy vetétás vagy ellenfele, mert nagyon más kategóriák, de azokkal egyenértékű kávé talán. Hát a tűzerőben mind a kettő másik, ugye szerintem bármikor elpicsázza. Hát ennek valójában nem a tűzereje lesz a lényege szerintem. Igen, ebben van bárpult. Na, látod, hát. Na, a következő hajó pedig a Redeemer, ami egyszer már volt a játékban, viszont ezt most nagyon-nagyon átdolgozzák, és most már repülni is lehet vele, nem csak a hangárban nézegetni, mint korábban. Igen, a Redeemerről tudni kell, hogy az az első és egyetlen olyan hajó eddig, amit alapvetően rajongók csináltak. Volt régen, még 13-ban talán, vagy 14-ben, már nem is emlékszem mikor, egy verseny, aminek már nem is tudom, hogy mi volt a címe, ami arról szólt, hogy gyakorlatilag a rajongók csinálhattak ilyen koncepció szinten hajókat, és ugye azt a fejlesztők véleményezték és zsűrizték, és ennek lett a győztes a Redeemer. Igen. És egyszer valóban hangáredi volt, aztán kivették átdolgozás miatt, és akkor most úgy néz ki, hogy már végre elkészül. Igen, még the next great starshipnek volt az, a győztese. Igen, köszönöm, igen, pontosan. Nem tudom, nekem van furcsa olyan. Ez egy gunship ugye, meg dropship egyben, és elég masszívnak néz ki, de olyan, nem tudom, olyan tényleg a törzse olyan kis, olyan tömzs is, mint egy béka vagy, nem tudom minek néz ki. Látszott egyébként, hogy ezt rajongók készítették, mert nagyon sok funkciót raktak bele, ezt igen. Most azért a CIG, ahogy áttervezi, helyre fogja rakni, inkább a gunship felé fog eltolódni, és kevésbé lesz innentől kezdve dropship. Egyébként tudtátok, hogy aki megnyerte ezzel a hajóval, tehát az a fejlesztő ezt a versenyt, ő neki végül is állást is ajánlotta a CIG? És emetleg ő dolgozik egyébként a hajón. Na, hát ez tök jó. Én nem tudtam, de ezért nem tudom. Igazi mesébe élő sztori. Igen.
Nekem nem tetszik ez a hajó egyébként, de minden esetre egyedi, főleg ugye ez a hajtómű elrendezés, tehát azt nem lehet mondani, hogy hasonlítana bármelyik másik hajóra. Igen. De szerintem túl sok rajta a fegyver. De hát... Hát még a, nem is, igen, még az Aegishez képest is kicsit úgy más, tehát azért az Aegisnek is megvan a saját kis ilyen külső ellenvonása, hogy általában a hajóknak is, még attól is egy picit előtt. Igen, a következő, amiről már esett szó, ez a Crusader A2 Hercules Starlifter. Ez a Hercules sorozatnak a harmadik tagja, ami eddig még nem került be, és ez a bombázó verziója a családnak. Na, hát akkor menjünk tovább. Szép nagy hajó. Pont. Igen, annyi még, hogy ez már bent van a játékban, a Redeemer és a most következő Crusader, Ares, Starfighter, Ion és Inferno, az viszont csak a 3.15.1-es negyed évközi patchben fog érkezni. Igen, és az Ares-eket rend nagyon várja. Igen, pedig nem is Origin hajók, úgyhogy nem is értem, igen. Miért. Én is nagyon várom, csak én más miatt. Igen. Az Ares-ek azok két ilyen, hát úgymond mesterlövész hajó, bár most a jelenlegi információk szerint nem lesznek mégse annyira mesterlövészek. Ugye egyetlen hatalmas fegyver köré építették mindkét hajót, az egyik egy ballisztikus, a másik pedig egy energiafegyverrel van ellátva. És olyannyira egy fegyver köré építették a hajót, hogy ezek a fegyverek nem is lesznek cserélhetőek. Igen, teljesen fixáltak, úgyhogy azok ott vannak. Kérdés, hogy az az egy darab S7-es az mit fog érni, fog-e vele bárki is igazán játszani, elméletileg nagyobb hajók ellen jó lesz, de várjuk majd ki, hogy hogyan hát, paraméterezik föl ezt a fegyvert. De biztos nagy sebzése lesz, mert mindig azt mondom, hogy egyedül egy Ares szerintem nem sok mindent tud majd csinálni. Talán az ilyen kett lesz, meg mondjuk ilyen konni méretű hajók ellen biztos jó lehet, de amúgy egy nagyobb, mondjuk akár már egy Hammerhead ellen egy Ares szerintem olyan sokat nem tud kezdeni. De szerencsére ugye mindannyian úgy állunk hozzá ez a játékhoz, hogy egyedül játszani amúgy sem éri meg semmivel sem a játékba, idézőjelesen, tehát mondjuk azt, hogy ha már ezek is csapatban vannak, egy 4-5 darab Ares, hogyha tényleg jól belövik ezt a S7-es fegyvert, hát az akkor már... Igen, azon már komoly ütőrő lehet, főleg így benyitve. Kivéve, hogyha szembe találkoznak egy... Mi az a kicsike, az a Merlin, vagy milyen... Ja. Nem mindegy. Hát az ugranak, de ez még a jövő zenéje, várjuk meg, hogy mennyire lesznek használhatóak a játékban, hogyha látjuk őket repülni. Igen, szerintem nagyon sokan kíváncsiak rá, igen, a hatalmas nagy fegyverek miatt, hogy ezt így hogy fogják megcsinálni, mekkora sebzése lesz, meg tűzgyorsaság, meg ugye melyik használ ballisztikot, Inferno, ugye? Vagy az Ion? Inferno. Az Inferno, ugye, hogy az mekkora lesz a lőszerjavadalmazás, igen, úgyhogy sok nyitott kérdés van itt még. Hát főleg azért is fontos az Infernónak a lőszere, mert hiába egy kurva egy Gatling, de elméletileg nem lesz picike a tűzgyorsasága, valami 3000 valamennyi rémlik nekem a brossúrából, és hát most egy percet se fog kibírni. Hát akkor biztos nem. Hát itt kiindulási pont lehet valamennyire az A10-es váltog, ami picit a mostani világból haj az Ares-re, bár inkább fordítva kellett mondani. Ugye gyakorlatilag az is egy támogató repülő, ugye, földi támogató repülő, és ott is fogtak egy 6 méteres vulkán gépágyút, és gyakorlatilag az is köré terveztek egy repülőt, és ott is az van, hogy hatalmas nagy a tűzgyorsasága, de hát a lőszerjavadalmazás az jóval kevesebb, szóval ami 1100 lőszer van hozzá, vagy nem tudom mennyi. Tehát pillanatok alatt ki tudná üríteni folyamatos tüzeléssel, de hát pont ezért nem lőnek vele folyamatosan, hanem csak célzottan rövid sorozatokat. Szerintem az Ares-nek ugyanez lesz a lényeg, hogy az lesz igazán eredményes, aki ismeri majd a hajójának az előnyeit, és jól ki tudja használni. Bár ez minden hajóra igaz. Igen. Igen. Még a jobb hajókra is. Én nem várom őket. Jó, várom, de én a nagyobb hajókat szeretem. Még annyiból lesz érdekes az Ares, hogy ugye a másik hajó, amit viszont várunk, a Perseus, ugye a Eresite-tól, hogy az is S7-es fegyvereket fog majd használni. Hát jó, csak azon lesz mennyi 4 darab, 2 torony. Két darab torony lesz, és egy toronyba 2 ilyen S7-es fegyver.
az a mégiscsak négy darab esetes van, tehát gyakorlatilag az négy darab árészsel ér föl. De én most nem arra gondoltam, hogy hány árészsel ér föl, mert lehet, hogy még többel, csak hogy a fegyvernek a hatékonyságát valószínűleg láthatjuk majd, hogy mit várhatunk a Perseus-tól is. Ütőképességben a... Hát más lesz szerintem, mert ugye a nagyon fontos itt a kapacitor gameplay, a legalábbis az Ionnál, ugye, mert az energiát teszik, és a túreteknek a kapacitor készlete az jóval nagyobb, mint egyébként egy sima hajóban, úgyhogy szerintem ez egy kicsit más lesz. De hát a tűzerő az megnyilvánul majd, igen, hogy az, amit lehet kezdeni, a többi azért szerintem kicsit más. Na, ennyi elég is szerintem a hajókról és járművekről, és elkezdünk az utolsó kategóriához, a fegyverekhez és tárgyakhoz. Ezek közül is az első kettő az egy Bering által gyártott hajófegyver, pont S7-es ballisztikus és S7-es lézer, ezek lesznek egyébként az áhrészakon? Igen. Na, akkor ezek ezért készültek el. Hát gyakorlatilag kibeszéltük, igen. És a következő kettőt is. Igen, a következő két fegyverre, ami nem fegyver, hanem a gyógyító eszközök. Erről is már beszélt Szőrös. Nekem annyi kérdésem van, mert igazából én miért csak a Cool Life Medic... Na, az elsőt használtam. A multitool az ugyanazt fogja tudni? Szerintem nem, mert a Cure Life-on van egy kis kijelző, és azt át lehet tolni ilyen manuális módba, és ott lehet állítgatni azt, hogy milyen ilyen gyógyszerszintet, hogy bizgeráljon a véredbe. Nem tudom, én azt próbáltam ezt használni igazából, de valahogy sosem találtam olyan emberkit, aki olyan szinten így túl volt tolva, hogy ezt tudtam volna normálisan használni benne. Jelen pillanatban szerintem ez a medical tool, ez ilyen automata módban így használható. Később majd, ha egy kicsit jobban így kicsiszolják ezt a gameplayt, akkor majd így manuál módban szerintem jobb lesz. Én nem láttam az attachmenten ezt a funkciót, tehát azt szerintem csak így simán healingelésre lehet jó, de... Igen, én is ezt olvastam, hogy valahogy tehát a Cure Life az pontosabb lesz, az a jobban lehet, tehát az igazi healer eszköz. A Greyket az inkább olyan, hogy kimegy az ember, bányászik a barlangban, megsérül, átpakolja a kiegészítőket, és összevarja a lábát, hogy ne vérezzen el. De hát ezt szerintem így is van, jó, hát ez a Cure Life, ez egy specializált ilyen céleszköz, hát ennek szerintem jobbnak is kell lennie, mint egy ilyen sima multitoolos attachmentnek. Amivel véletlenül rajta adja az ember a másik attachmentet, és leszelvigyeli a lábát. jó, és ezzel akkor szerintem végig is néztük a paneleket. Igen, általános, igen, mondja. Ja, csak hogy a 3.15-ös panelek végére értünk, csak ennyit akartam. Igen, általános vélemény a 3.15-ről eddig, eltekintve nyilván a mindenféle hibáktól, meg ilyesmiktől. Rövidnek hát mindenképpen tűnik ez a patch report, de nagyon durva dolgok jönnek, úgyhogy nem az. Ja. Igen, mindenféleképpen fontos lesz az a patch a SC-ben. Hát szerintem nem hogy fontos, hanem gyakorlatilag ugye az eddigi játékmenet az teljesen megváltozik, tehát szerintem ez így egy ilyen hatalmas fordulópont a játékban. Szerintem most, hogy a perzisztancia is egy kicsit javult, sőt, nem is kicsit, szerintem elég sokat, meg bejön ez az inventory, meg a healing, hát úgy gyakorlatilag kezd a Star Citizen lenni. Igen. Ahogy viszont... az űrhajós halálát mondták, most kezd bejönni az, amit még 2014-ben megálmodtak. Hát a cikk viszont... az talán 13-as, azt hiszem. Igen? Viszont javítsatok ki, ha tévedek, de ugye egy dologról nem beszéltünk, és ha jól tudom, akkor ehhez a patchhez kötik azt, hogy most már lesz értelme szállítani a játékba. Viszont ilyen kártya ugye egyáltalán nem volt, és nem is érintettük ezt a témát, hogy emlékleg a 30K-t megpróbálják megoldani azzal, hogy időközönként ment maga a játék, a szerver, és hogyha valaki szállítani akarja a áruit, és kifagy 30K-val, akkor is tulajdonképpen megmarad az árui, és nem veszik el. Nem? Vagy ez nem ez? De igen, ez fontos, ez jó, hogy mondod. Egyrésztről a mostani Pétről ilyen szempontból szerintem egész jó, mert a 30K gyakorisága az elég illement. Ha valaki nem tudná, a 30K az a szerverek crash-t jelenti, amikor a szerver valamilyen hiba miatt megadja magát, és te úgy
ugye egyszer csak úgy kivágódsz onnét, és hát ilyenkor a progresszed az veszik, tehát hogyha éppen egy teherhajóban ülsz telirakománnyal, akkor az megy a levesbe, és igen, most behozták a server crash recovery-t, tehát ilyenkor elméletileg nem fog elveszni a hajóban lévő cumót, hanem arra az állomásra kerül, ahonnét indultál, és ott lekérhető lesz. És ez valamennyire működik, ahogy olvastam, mert én nem futottam bele 30K-ba, úgyhogy nem tudtam kipróbálni. De tényleg nagyon fontos lesz. Na, akkor szerintem összefoglaltuk, hogy mire számíthatunk, hát remélhetőleg a következő napokban, a 3.15-ben. Lassan pedig készülhetünk az Intergalactic Aerospace Expo-ra, ami november 19-én veszi kezdetét. Igen, és tart december 1-ig, 2-ig. Nem hát tudom. Nagyjából igen, december elejéig. De lesz kint hír az oldalunkon, úgyhogy ott majd tudtok róla olvasni. Igen. És streamelni is fogjuk szerintem. Valószínűleg igen, mint legutóbb. Talán egy picit komolyabban, de ezt nem ígérhetjük meg. Igen. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről a patchről, nektek mennyire tetszik itt a komment szekciókban. És srácok, írjátok meg, ugye ez volt az első ilyen műsorunk, hogy tetszett ez nektek, van erre igény, milyen kritika van rá, ami megpróbáltunk javítani, stb. Igen, kicsit akadozó ment szerintem, mivel ez az első, de bele kell szokni, aztán majd gördülékenyebb lesz 3 hónap múlva. De nem 3 hónap, remélem, egy vagy 2. Igen, a 3.16 itt van a kanyarban, úgyhogy hamarabb lesz a következő ilyen műsor, ha szeretnétek. Igen. Addig is nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattatok minket, és találkozunk az univerzumban. És hosszú és eredményes életet a 3.15-ben. Ezt azt hiszem erről le kell szoknom, mert... Igen. Hát köszönjük, hogy megnéztetek. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Sziasztok! Szilinszky? Good job, Szilinszky. Yes, good job, Szilinszky.